Szombaton és vasárnap a Marcal Teniszcentrum összes pályáján zajlottak a mérkőzések. Minden korosztály elindult a házi versenyen. 5 éves kortól kezdjük már a gyerekoktatást. Igazából ez a mai verseny tényleg arról szól, hogy az összes edző, aki olyan kb. 6-7 edző, akik nálunk oktatnak, az ő közös szervezésünkben és a mi lebonyolításunkban történik ezek az egész verseny. Egy olyan 33 gyerek van most jelen pillanatban itt a teniszcentrumban, és folyamatosan mennek pályára. Az egykori válogatott 800-as atléta Molnár Kristóf hétköznapjaiban a sport továbbra is nagy szerepet játszik. Amatőr teniszezőként heti 2-t edz, és gyakran elindul hasonló versenyeken. Profi szinten nem üzöm, valószínűleg nem is fogom már. Vannak olyan terveim esetleg szeniorban, hogy van még 5 évem. A szeniorig addigra egy olyan szintre eljutni, hogy esetleg akár egy-egy külföldi szenior versenyen. Hát most még messze vagyok tőle, de tervek azok vannak. A teniszcentrumot fél éve új vezetők működtetik, akik szeretnék még jobban felfuttatni az utánpótlás nevelést és a versenysportot.